Kevés volt a vacsora? Hát, persze. Le kell folytani egy kicsit, tudod. Muszáj. Aj, de ma legalább fogunk tudni aludni. Nem lesz olyan meleg. Jó, hát meg el is fáradtam egy kicsit. Én. Igen, miért tudottál párat? Tudottál egy jó párat. Nagyon jó volt ez a nap, nagyon. Lehet, hogy volt egy kis mélypontod, de most egész jó szériát kaptál el. Ezt jól lenne tartani, jól lenne meglovagolni. Jól lenne most egy és ez ideig szerintem egyáltalán nem elkiabálás. Igen, meg hogyha rájönnek, hogy mitől van, inkább az. Nyilván vannak hullámvölgyek, hát, mondjuk két és fél hónap után. De igen, inkább azt jobban érzem, hogy megvan a fókusz. Jobban rákoncentrálsz fejben. Hát az elejéhez képest azért én is érzem nagyon, hogy van egy kis fejlődés, szerencsére. Vagy csak elfogadni, vannak jobb, meg rosszabb napok, és most mármint, hogy hozol egy jó szintet, de hogy nyilván belecsúszhatnak abba a rosszabb napok persze is, vagy játékok is, és akkor nem összetörni, meg nem izé morfondírozni ezen, hanem rögtön a következő igen, játékra koncentrálni. És akkor úgy tényleg, akkor fixen ez a jó szinted maradna. Persze. Zozónak vannak még egy kis ilyen hullámvölgyei a játék terén, de most abszolút összeszedte magát, és látszik, hogy újra magára talált, és szerintem ilyenkor messze ő a legjobb játékos mind a bajnok csapatban, mind a kihívó csapatban. De ezt a lányokon is egyébként érzem, vagy látszódik, hogy nekik is vannak jobb, meg rosszabb napjaik, és hát és nekik is... Volt olyan, hogy háromból egy se, utána háromból három. Igen, és ez két közvetlenül egymás utáni nap. Gabi látszódott egyébként az, hogy Zsolti kiesése után nagyon sokáig mélyponton volt, persze, és... nagyon össze volt törve. Meg volt nagyon törve, és sajnos a teljesítményén is, de most nagyon azt érzem, hogy visszajött, és nagyon ott van, és... Sokkal koncentráltabb, csak el kellett tennie egy pár napnak, tehát szüksége volt rá, ami teljesen természetes. Jó lesz az szerintem. Zsolti kiesése után Gabi eléggé mélypontra került. Eltelt most már két hét, és azt látjuk rajta, hogy kezdi megtalálni régi önmagát. Ugyanolyan koncentrált, ugyanolyan motivált, és nagyon céltudatos, mint korábban. Jó lenne elkezdeni bomlasztani egy kicsit a kékeket, mert ez már nem állapot tényleg, hogy... Hát ez nem. Több hete tőlünk is egy kijátékos, és... Több hete el vannak vígan, 8-an. Meg kell csinálni. Hogyha ezzel a szériával tudunk mindannyian menni, akkor jó leszünk. Szerintem is. Várható volt, hogy két és fél hónap után jönni fog egyszer-kétszer mélypont. Gabinak, Zsoltinak a kiesése nagyban meghatározta ezt, és az is biztosan, hogy hozzájárult, hogy hetek óta azért elveszítjük a végjátékot, sorra távoztak tőlünk a játékosok, és úgy gondolom, hogy ez az első lépés nagyon jó volt, hogy megnyertük az első fordulóját a végjátéknak tegnap. Úgy gondolom, hogy ez az első lépés, hogy a mélypontból kijöjjünk, valami nagyon örülök annak, hogy ezen a héten 12 nyert meccsel zárhatom, és ugye 10 volt a cél, még hetekkel ezelőtt beszéltük, viszont sikerült túlteljesítenem a mai nappal, és nagyon örülök ennek. Remélem, hogy a jövőt is hasonló lesz. Le is kopogom. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.